Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Már beszéltünk arról a vitáról, nem csak KDNP és Fidesz közötti vitáról, hanem kormánypártok és ellenzéki pártok közötti vitáról is, hogy 2014-től országgyűlési képviselő más foglalkozást űzhessen, avagy ne űzhessen. A Fidesz azt szeretné, hogyha ne. Tehát, hogy csak főállású országgyűlési képviselő legyen valaki, és a civil szakmáját ne gyakorolhassa ezen idő alatt. Az ellenzéki pártok közül többen elutasítják ezt, de maga a KDNP is elutasítja. Rubovszky György a vendégem, jó estét kívánok! Kedvi csókolom, jó estét kívánok! Na, mielőtt szakmázunk, előtte azt mondja meg nekem, igaz a hír, hogy Áder János a köztársasági elnök jelölt? Ezt én nem tudom megmondani. Én nem vagyok tagja a Fidesz elnökségnek, tehát mi keresztény demokraták nem... Nincs helyesebben semmilyen Zsolt elnök úr, talán ott volt az elnökségem, de nekem sajnos nincs információ. Én a rádióban hallottam idefelé jövet, hogy ez akár a jelölés. Hogyha semmilyen Zsolt ott volt, akkor ilyen riadóláncszerűen nem tájékoztatja Önöket, hogy hát akkor megvan a jelölt, gondolkodjatok, és akkor majd a KDNP is kialakítja az álláspontját? Nincs ilyen? Én úgy tudom, hogy ez úgy megy, hogy a miniszterelnök úr, aki jogosult jelölni a Fidesz belső szabályzata szerint, köteles ezt megtárgyalni az elnökséggel, aztán a kormánnyal, és aztán a képviselőcsoporttal. Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban csak a Fidesz elnökségének a döntésén vagyunk túl. Nem hiszem, hogy ezen a Fidesz képviselőcsoport változtatna, de annyit tudok, hogy a határozathozatalokat követően hétfőn este a frakciószövetségnek közös frakcióülése lesz ebben a témában. És tehát ott fog jelölni a miniszterelnök úr. Hivatalosan. Elnézést, hivatalosan majd 78 képviselő fog jelölni. Világos, de hivatalosan igen. Önök felé. Igen, tehát addig, addig ön is a hírekből tájékozódik, mint mondjuk én. Áder János személy egyébként, most nem is azt kérdezem, hogy a KDNP-nek, hanem önnek személyesen elfogadható lenne köztársasági elnöknek? Én nagyon régen ismerem Áder János urat. Volt szerencsém, amikor ő házelnök volt, mert ugye négy esztendőn keresztül 98 és 2002 között a Magyarország gyűlésnek ő volt az elnöke. Akkor többször utaztam vele hivatalos delegációba. Azon kívül sokat horgáztam vele együtt, szóval én egészen biztos, hogy nagyon örülök Áder János jelölésének. Szakmailag is, emberileg is tökéletesen megfelel erre a szerepre, és nekem van egy ilyen szubjektív pluszom is. Együtt szoktak pecázni? Nem szoktunk, hát, annak múltban. Idején többször horgáztam vele együtt, igen. Hú, akkor ez már abszolút kulisszatitok. Akkor, amikor ülnek a tóparton és pecáznak, nyilván múlt időben, akkor például Áder János... Bocsánat, tisztázni szeretnék, mert nem az történt, hogy ketten elmentünk horgászni három napra, hanem az történt, hogy több Fidesz horgászversenyen voltam jelen, aha, de voltam egyéb horgászversenyeken is, vagy egyéb horgászatokon is, ahol ő is szintén jelen volt. De hát ez nem azt jelenti, hogy ketten együtt de egyébként csak horgáztunk. Akár ketten is mehettek volna, de jó, persze, így a hitelesség kedvéért. Szóval ez már abszolút ilyen az én kíváncsiságom, és nem is tartozik a tárgyhoz, hogy milyen köztársasági elnök lesz, ha ő lesz, de például amikor többen ott pecáztak, akkor Áder János szokott, vagy tehát a múltban szokott mosolyogni? Én olyan ritkán láttam őt mosolyogni. Igen, ő egy ilyen szempontból érdekes ember, talán ellentéte volt Tordján Józsefnek. A Tordján József is nagyon kedélyes, nem ellentét, bizonyos szempontból hasonlít, bár ez rettenetesen veszélyes ilyet kimondani. Tehát kisebb társaságban a János közvetlen, jókedvű, viccelődő, feloldó, tökéletes társalgó. Uh-huh. Ő egy kicsit megzavarja, sokan vannak jelen, vagy hogyha hivatalosan szólal meg is, akkor egy kicsit olyan nagyon visszafogottnak tűnik. Majd a köztársasági elnök lesz, csak megszokja. Így van, biztos. Ha ő lesz, na majd meglátjuk. Na akkor nézzük ezt a dolgozni vagy nem dolgozni a képviselői mandátum mellett. Miért ellenzi a KDNP? Szeretnék valamit pontosítani. Az eredeti előterjesztésnek három előterjesztője van, úgyis, mint Lázár János, Gulyás Gergely és Harrach Péter. Ez a törvényjavaslat belett terjesztve, a törvényjavaslat általános vitáján túljutottunk.
És ebben szó nem volt ilyenfajta összeférhetetlenségről. Bejött egy módosító indítvány. Itt azért annyit szeretnék elmondani, hogy ezzel a módosító indítvánnyal kapcsolatban maguk az előterjesztők sem vették fel a támogatotti sorba, mert hisz a támogatotti sorról egybe szavaz az országgyűlés. Ez én nem tudom, 80 vagy 90 módosító indítvány volt. A támogatotti sort követőről való szavazást követően aztán még 37 módosító indítványról lehetett szavazni, a 37 közül közel 30-at a Fidesz se szavazott meg, és mi se. A Fidesz ezt megszavazta, mi ezt nem szavaztuk meg. Igen. De szóval ez egy olyan dolog, hogy ez derültékből a villámcsapásként a Földön ilyen nincs, hogy főállású országgyűlési képviselő. Tehát ez egy fideszes módosító indítvány, így most nem csapták be önöket, ráadásul úgy, hogy Harag Péter is az egyik előterjesztője az alap. De ő nem jegyzi ezt a módosító indítványt. Hozzáteszem, hogy ő is ellene szavazott ennek a módosító indítványnak. Azért mondom, hogy nem érzik magukat becsapva? Tehát nem. Van egy önök által is elfogadott törvénymódosítás, aztán egyszer ahhoz érkezik egy fideszes módosító, ami azért elég rendesen szembe megy az önök véleményével. Én tudom, hogy nem szerencsés dolog, de hadd mondjak el egy nagyon rövid történetet egy másik tévéfelvétellel kapcsolatban. Tegnap este a Hír Televízióban ebbe a témakörbe voltam riportalan, és előttem Kósa alelnök úr a köztársasági elnök választásról és ezekről a kérdésekről nyilatkozott, és amikor helyet cseréltünk a műsorba, akkor megkérdezte tőlem a műsorvezető, hogy most szembe mennek a Fidesszel, és az ügyvezető alelnök azt mondta, hogy állj, vállalom, a nevemet elmondhatják, én is ellene vagyok ennek a módosító indítványnak, mert ez a módosító indítvány nem jó. Azzal kezdődött a műsor felvezetése, hogy a főszerkesztő azt, hogy elmondta, hogy őt a Fidesz ügyvezető alelnöke felhatalmazta arra, hogy ezt elmondja, nem volt ott a délelőtti frakcióülésen, és ezért nem tudta megakadályozni. Na, hát de azért ettől még nem vagyunk előbbre, hogy ez a Hír TV-ben így elhangzott, és, így van. És ez megtörtént, mert hogy például Lázár János meg abszolút ragaszkodik hozzá. Lázár János nem ragaszkodik hozzá, mert Lázár Jánossal a keddi szavazást követően a kereszténydemokraták részéről három frakcióvezető helyesebben a frakcióvezető úr, Latorcai János frakcióigazgató úr és személyemben leültünk beszélgetni. Abba állapot elmondtuk, hogy mi az a négy pont, amit mi nem fogadunk el. Ebbe egy kicsit bele is mentünk, nem született végleges döntés. Úgy volt, hogy ma délbe folytatjuk az egyeztetést, ezt elsöpörte a köztársasági elnök jelölés tekintetében az elnökségi ülés. Én nem tudom megmondani, hogy szombat-vasárnap ilyen egyeztetés létrejöhet-e még vagy sem, de kétségtelen, hogy hétfőn délelőtt 10 órakor a Fidesz frakciónak és a kereszténydemokrata frakciónak közös frakcióülése lesz ebben a témakörben. Lázár János, lehet, hogy